Ennek a programnak nem az a célja, hogy bebizonyítsa, hogy két AVR 3 VTR használatával néhány másodperccel készleltetheti a videójelet. Itt található az eljárás leírása, de csak egy gépen van, ezért más témát választottam. El fogom magyarázni, miért állította a gyártó, hogy ez az első intelligens VTR. A rövid pillantást vet az elektronikai területre. Átfogó képet kaphat. Igen, ez az egyetlen számítógéppel vezérelt Ampex Quadruplex VTR. Az Apollo Guidance Computer jól jött az amerikai Hold programban. Nem gondolja, hogy az AVR 3 szerkesztő billentyűzete kicsit olyan, mint az AGC billentyűzete. Automatický editor řízený počítačem začal v roce. Ennek a VTR-nek az 1976-tól gyártott számítógép által vezérelt edit kontrollerje. Néhány évvel később a többi VTR szabványává vált. Az AVR-3-ig a VT kezelői csak álmodozhattak ezekről a funkciókról. A szerkesztő časovým kódem LTC. A Q-sávban rögzített LTC-t használja. Minden mezőnek megvan a saját száma. A kezelő. A billentyűzet segítségével adja meg a szerkesztés idejét. Egy másik lehetőség, hogy lejátszás közben menet közben adja meg őket. Pont. Ha hibázok a megadott időkódban, a számítógép a kijelző villogásával értesít. A be- és kilépési pontok. Megadása után a be- és kilépési gombok egyidejű megnyomásával láthatom a megjelölt host. A számítási időből megbecsülheti a számítógép sebességét. Pont. A mini számítógép 4 modulból áll. Aritmetikai logikai egység, memória egység, vezérlő, soros interfész. A számítógép csak erre a célra alkalmas. A blokk diagramból megtudhatja. A počítačový systém svého druhu, který je určen pouze a jedině k ovládání záznamového stroje a k ničemu jinému se nehodí. A. Software je uložen v 7 pamětech typu PROM s organizací. Software 256x4 bites PROMokba kerül. A címbusz csak 8 bites. Ezért a számítógépes. Software legfeljebb 256 utasítást tartalmaz, de a program lépés jobb név lenne. Spíš bych to nazval něco jako programový krok. A programlistából láthatjuk, hogy egy adott PROM milyen funkciókat lát el. Az első határozza meg az utasítás fajtáját. A második és harmadik határozza meg a kiszámítandó regiszterszámot, a negyedik és ötödik a VTR-t, a hatodik és hét, PROM pedig egy feltételes ugrás címét tartalmazza. A folyamatábra nagyon összetett. Každý slušný člověk leknout. Az alprogramok is összetettek. Obslužných podprogramů, z nichž některé jsou dost komplikované. Például a meghatározott időkóddal. Történő megállás figyelembe. Veszi a mechanika gyorsulási és lassulási profilját. A dokumentációmban található kézírásos feljegyzésekből kitűnik, milyen részletesek voltak a technikusok tanfolyamai. Ha én lennék az a technikus, akinek egy ilyen hatalmas áramkört kellene elhárítania, akkor minden nap állandó stressz alatt lennék. Nincs olyan, hogy RAM. Volně adresovatelnou paměť RAM tady nenajdeme. Csak 16 regiszter van 16 időkódhoz. Registrů. Každý register pojme jednu časovou adresu. Alasú. Deska obsahuje důležitý přepínač.
kapcsolót hiba elhárítási célokra használhatja. A sebesség 2,5 MHz-ről néhány hertzre esik. Így lépkedhet a program. Zpomalí, esetleg méréseket végezhet. Sledovat program Counter, no a snad i něco na kartách naměřit a případně opravit. Teď přichází na řadu snad trochu záživnější část. Víme egy példa a szerkesztésre. Jako první zadám vstupní adresu na čas. Az in.21 másodperc. Vstupní adresu aki.25 MP. Az időkódok megadása után választhatjuk az összeállítást vagy a beszúrás szerkesztést. Ezután megnyomhatjuk az előnézet és az autokú gombot. Ez az utolsó funkció néhány másodperccel. A szerkesztés előtt leállítja a gépet. A lejátszás gombbal láthatom a szerkesztést. A be- és kimeneti pontok utólag módosíthatók. Libovolným způsobem. Ebben a példában hozzáadok 10 másodpercet az útponthoz. Takže elő tudom hívni az út regisztert és avagy gombokkal. Hozzáadom vagy kivonom a beírt időkódot. Stisknutím plusz nebo mínusz a zadáním hodnoty, o kterou chci čas posunout. V tomto případě tedy mačkám plus a 10 vteřin. Potvrzuji enterem. A QE billentyű leállítja a szalagot 10 másodperccel az in.pont előtt. A lejátszás gomb megnyomása után meg. Tudom nézni a szerkesztési sorrendet. Amikor újra nézem a szerkesztésemet, be kell vallanom, hogy egyáltalán nem művészi. Ezért nem vagyok profi szerkesztő. No, vysvětluje se tím alespoň, proč se neživím jako střihač. Az igazi profi. Soha nem nyomná meg a felvétel gombot. És ezt a csúnyaságot állandósítaná. Nem a képen látható jóképű férfira gondolok. De nem érdekel. Most meg fogom nézni, hogy a... Szerkesztésem legalább technikailag tökéletese. Látom az Amtec modul transziensét. De elfogadható. Következő azt szeretném tesztelni, hogy az AVR 3 szerkesztő képes-e tiszta egy képkocka beillesztést végrehajtani. Tehát az in.pont 1 per 13 másodperc és 5 fr. Nem kell előnézetet látni róla. Parkuji na Q-point a dávám rekord. 5, 4, 3, 2, 1, szerk. Takže to by bylo hotovo. Most látni fogjuk az egy képkockás szerkesztésem áttekintését. Skúsim si to pustit. Pečlivě pozoruji monitor a dávám pozor, abych to nepropásil. A monitort nézem, miközben visszaszámolok. 2, 1, szerkesztés. Bylo to tam? Igen, az egykockás szerkesztés tökéletes. A szerkesztő modulok. Következő modulja a 29. számú számítógépes interfész nevű modul. Lehetővé teszi az AVR 3 távvezérlését. Ez az USART a 8251 IC elődje. Ezek a kapcsolók az SMPTE szabvány szerint határozzák meg a gép azonosítóját. Pont. Eleinte nem hittem, hogy tudok működő interfészt építeni. De amikor megtudtam, hogy akár 110 BDS teletípussal is tudok vezérelni a gépet, elhatároztam, hogy megtanulom ezt a felületet. A vezérlési protokoll egyedi és összetett. Egy idő után megtanultam, hogyan kell irányítani az AVR-3-at. Aztán úgy döntöttem, hogy létrehozok egy felületet Sony 2 protokollal. Dala ovládat soniáckým protokolem, aby se dala připojit na mnohem novější soniáckou střižnu. Egyszer dolgoztam a Sony protokollal. 322 před časem trochu blbnul.
Így végül megépítettem a kettő interfészt. Amint látja, gyors és piszkos stílusú. Most várom a megfelelő légnyomást. A budu moc konečně vyzkoušet ovládání AVR 3 externí střižnou. Ez a két LED jelzi az adatcserét. Lássuk, mi történik, ha elforgatom a kocogókereket. A válasz azonnali. Emlékszel, milyen nehezek az orsók? Csodásabb, mint mondjuk a BVH 2000. Most a transfer mód. Leállítás, lejátszás, gyors előretekerés, szerkesztésmód. Működik. És végül egy összetett feladat. Szerkesztésbe szúrása meghatározott beészki menüpontokkal. Ez is működik. Nezbývá, než pokročit. Egy másik teszt. Připravit stroj na provedení onlineového sestřihu podle egy RDL által meghatározott több felvétel online szerkesztése lesz. Eleinte a technikus napi rutinja. Kontrola a nastavení optimálního a rögzítési áram beállítása. A Video Head Optimization funkciónak. Köszönhetően egyszerű és gyors feladat. Az egyik fej rögzíti, a másik pedig képes olvasni a felvételt. Most a rögzítési jel maximális. Maximální odezvy signálu na pásku a stroj je tímto připraven k záznamu. Záznamové proudy jsou optimalizovány. A következő lépés a szalag előkészítése. Ez azt jelenti, hogy egy üres videót kell rögzíteni az időkóddal együtt. Tato černá se opatří časovým kódem. Az első felvételnek 10 óra 3 perc 0 óránál kell lennie. Tehát az előre beállított időkódom 10 óra 2 perc 0 óránál kezdődik. A teď musím počkat tak dlouho, meg kell várnom, amíg a szalagom szükséges része felcsíkozódik. Jakmile je to hotovo, začnu ezt követően forrásszalaggal előkészítem a gépet. Hrubým materiálem. A nagyszerű AVR-3-nak most ki kell bírnia az analóg betakam szörnyű kiesését. Majdnem. Elfelejtettem még egy fontos beállítást elvégezni. Szükségem van a behelyezett jel pontos fázis beállítására, tehát nincs vízszintes eltolódás a képen. Přesně časově kryl se záznamem původním, aby přišel na úplně to stejné místo na pásku. Ha mindenbe van állítva, gyorsan figyelmen kívül hagyom a beállításokat. Není potřeba ještě něco udělat, ale myslím, že ne. Beállítom az FX-e -100-am működési módját. Majd zahájím automatický sestřih. E-Shift Auto Assembly gombok megnyomásával kezdődik a szerkesztés. Most már csak hátradőlve nézhetem, hogyan megy. A obdivem pozorovat jejich počínání.
A to je závěr. Néhány 10 perc múlva az összeszerelési folyamat befejeződik. 58 szerkesztése volt. Biztos vagyok benne, hogy mindegyik tökéletes műszaki minőségű. Ezzel a bemutatóval zárul sorozatunk. Stroj Ampex AVR 3 končí. Biztos nem fejeztem be ezt a témát. Velmi často nebudu vracet zpátky. To jistě budu. De új kihívás áll előttem. IVC 9000. Tak hívják. IVC 9000. IVC 9000. Který vyvinula a vyráběla v 70. letech stejnojmená americká firma. Mi ez valójában? No to by mohl být hezký. A saját kutatásodra bíznám. Zjistit, co to bylo za přístroj. Ten IVC 9000.